A jubileumi konferencia alkalmából a diák tudományos tevékenységet támogató, abban kiemelkedő eredményeket elérő tudományos, felsőoktatási és közéleti szereplők elismerésére megalapításra került az Országos Tudományos Diákköri Konferencia emlékérme. Az egyszeri alkalommal átadott kitüntetésben azon személyek részesülhettek, akik tanári közéleti tevékenységük során hosszú idő óta közreműködtek a felsőoktatási tehetséggondozás támogatásában. Eredményes TDK tevékenységéért és a tehetséggondozásban végzett munkájáért az egyetem több dolgozója is, így többek között a gazdaságtudományi kar oktatója, dr. Kostján Zsolt Tibor is átvehette az emlékérmet, akit munkájáról kérdeztünk. A tehetséggondozásban ez egy nagyon fontos szerep, és ez egy hungarikum. Más országban nincs ilyen országos tudományos diákköri konferencia, nincs ilyen fajta tehetséggondozási lehetőség. Ez ilyen szempontból abszolút egy hungarikum itt Magyarországon, és nagyon fontos szerepe van a tudományos tehetséggondozásban. A témavezetők meghirdetnek különböző témákat, de a hallgatók általában valamilyen saját ötlettel kapcsolódnak be ehhez a témához. Egyetemünkön nagy hagyománya van a tudományos diáköri munkának, a Pannon Egyetem hallgatói számos diát és elismerést vívtak már ki maguknak az intézményi és országos TDK keretében. A későbbiekben PHD vagy akadémiai fokozatot szerzők közel 90%-a vett részt korábban diáköri munkában. A lehetséges kutatási területekről is a tanárodat kérdeztük. Az egyik ilyen érdekes téma azok az informatikai projekteknek a kérdése. Mi olyan módszertani dolgokkal foglalkozunk, hogy hogyan lehet informatikai projekteket lehetőség szerint egy adott idő, illetve költség korlát figyelembevételével megvalósítani. A tudományos diákköri tevékenységhez kapcsolódóan a gazdaságtudományi kar 2011-ben további megtiszteltetésben részesült, kiérdemelte a következő OTDK közgazdasági szekciójának szervezési jogát, így 2013 tavaszán Veszprémben gyűlnek össze az ifjú közgazdászok, hogy bemutassák kutatásaikat és összemérjék tudásukat az OTDK keretében.